zajlik a fenntartható városfejlesztési stratégia készítése, aminek szerves részét képezi a zöld és digitális átállás menetrend. Ez meghatározza a megyeszékhely rendszer szintű átállását az említett két területen. Döbrente Katalin, fenntarthatósági szakértő szerint fontos, hogy a klímastratégiában együttműködő partnerek összedolgozzanak, hiszen csak együtt érhetőek el a kitűzött célok. Egyrészt a klímastratégiában megfogalmazott intézkedéseket, azokat meg is kell valósítani, projektesíteni kell, finanszírozást kell hozzárendelni, a megfelelő érintetteknek az együttműködését kell biztosítani, és a karbonkibocsátás csökkentése az csak az összes szektornak, lakossági, önkormányzati, vállalkozói, közszférának az együttműködésével valósítható meg. Hozzátette, a zöld és digitális átállás folyamatához tartozik a karbonkibocsátás mérséklése, fák ültetése és a városi hulladékok szelektálva történő gyűjtése. A folyamatos szemléletformálás és együttműködése az nagyon fontos, ezért a workshopok között a lakosságot is megszólítottuk, illetve a klímaplatform is keresi azokat a lehetőségeket, hogy a lakossági bevonás egyrészt a civil szervezeteken keresztül, de közvetlenül az önkormányzat oldaláról is megtörténjen. A klímaplatform nyitott a helyi szervezetek, lakosok, vállalkozások, oktatási intézmények számára, akik fontosnak tartják a klímatudatos működést, és szeretnének részt venni a város klímastratégiájának megvalósításában.